Sziasztok! Július közepén, az európai hőhullám idején azt a kézenfekvő megoldást választottuk, hogy a hegyekben vészeljük át azt. A Karintiában lévő Malnic kempingje ideális megoldásnak bizonyult. Innét tekertük körbe a völgyet, felmentünk az Ankógerre, és kerékpároztunk az Alpokadria kerékpárút ezen szakaszán. Malnic egy 800 fős település Karintia északnyugati határán, a Magas Tauern Nemzeti Parkhoz tartozó Goldberg és Ankóger hegységek tövében. Tengerszint feletti magassága 1200 méter, így itt 5-6 fokkal hűvösebb van, mint az alacsonyabban fekvő területeken. A Hochhoben kempingben három különböző méretű parcella, mobilház és bungalow foglalható. A foglalást az online rendszerükön keresztül lehet egyszerűen megtenni. Télen-nyáron egyaránt. Ettől főre a 100 négyzetméter körüli parcella 40 euróba kerül, ami összeg minden szolgáltatást tartalmaz. Többek között ingyenes buszjáratot az Ankóger felvonóhoz és Karintia kártyát is, ami rengeteg kedvezménye jogosít a tartományon belül. A kemping területén is van egy kis tanulópálya, így a téli hónapokban ideális hely lehet a kezdő síelőknek is. A környéken rengeteg túra és kerékpárútvonal van, mi az első napunkon a völgyben lévő kerékpárútvonalakat jártuk be. Első célpontunk a Gletscherwalta Seebachtal völgyben fekvő Stappitzer tó volt. A kempingtől kb. 5 kilométerre lévő tó felé vezető út egy rövid ideig a Malnicot Bad Gasteinnel összekötő vasútvonal mellett megy, ami a múlt század elején épült Tauern alagúton keresztül köti össze Salzburgot és Karintiát. A völgyben tekerni olyan érzés, mintha az ember egy képes labban járna. Az út maga teljesen könnyű, nagyobb emelkedőtől mentes, így mindenki számára ideális lehet. Ez az út visz az Ankógerbánhoz is, ami a 2637 méter magasan fekvő felvonó állomáshoz visz. A csúcs innét még további 600 méterre van. Több helyen vannak figyelmeztető táblák, amik a tehenek jelenlétére hívják fel a figyelmet. A jámbor állatok sajnos veszélyesek is lehetnek, ezért nem érdemes a közelükbe. Főleg kutyával. Buki a kosárban szerencsére nem mert kötekedni velük, amin őszintén meg is lepődtünk. A Stappitzer tót elérve szomorúan konstatáltuk, hogy a Schwesserhüttéhez vezető úton már csak gyalog lehet közlekedni. Mivel a konkrét cél maga az út volt, megfordulva ismét megcsodálhattuk a tájat egy más szemszögből. Új úti célunk a Tauerntal völgye lett, ami a Magas Tauern hegység lábánál fekszik. Közép-Európa legnagyobb és Európa második legnagyobb nemzeti parkja erről a hegységről kapta a nevét. A nemzeti park legmagasabb hegycsúcsa, a Großglockner, a maga 3798 méteres csúcsával. A Großglockner-Hochalpenstrasse Európa legmagasabban vezető műútja, ami 2505 méterre kapaszkodik fel. Az utat volt szerencség motorkerékpárral többször is végigjárni, így a motoros bakancs listáról kihúzni ki lehetett, mondjuk megunni nem. Mikor elérhetőek lettek számunkra a jó minőségű túrai bájkok, a motorozást fokozatosan cseréltük le az azokkal való túrázásra. Persze más, de mégis számunkra jobban bejövős élményt nyújt ez a kikapcsolódási forma. A Tauern völgyből is több túraútvonal indul.
A Nemzeti Parkban lévő túróútvonalak hossza 4300 km, ezekből 60 útvonal tematikus, így a látogató megismerkedhet többek között a gleccserek keletkezésével, az alpesi gazdaságokkal, a régi korok kereskedelmi útvonalaival és a vadon élő állatokkal is. Igény esetén túravezetőkre. A Tauernwöldből induló Jammingsamstrasse, mint kiderült, díjköteles, mivel nem volt nálunk 6 euró apró az automata sorompóhoz, meggyőztük magunkat, hogy a díj biztos csak a gépjárművekre vonatkozik, és a sorompó mellett elindultunk felfelé. Az út a parkolóig aszfaltos és kb. 3,5 km hosszú. Ezen a szakaszon gyalog vagy kerékpárral 400 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni. Számunkra az e-bike-okkal is kihívás volt, de persze minden méteren megérte. A parkolótól a hütte kb. 500 méterre lehet, ez a szakasz már murvás és még meredekebb. Érdekesség, hogy a kempingből a parkolóig szintén van ingyenes buszjárat. A hütte még zárva volt, így elindultunk visszafelé. Legveszélyesebb a meredek murvás szakasz. Itt szükség van egy kis rutinra és jól hűtött féktárcsát. A gyakorlatlan e-bike bérlők az ilyen szakaszokon szokták összetörni magukat, mikor berántják az első féket. Ezen terepen a súlypontot lentre, a fékhatást a hátsó kerékre kell inkább koncentrálni. Lefelé akár 50-60 km/h is fel lehet gyorsítani, így aki motoros fénával rendelkezik, élvezheti a kanyarvadászat. Persze valamit valamiért, mert a panoráma ezzel a sebességgel már nem igazán igaz. A visszaút, mint mindig, most is teljes élményt adott. A völgybe leérve döntöttük el, hogy kipróbáljuk a kemping éttermét, így az irányt arra vettük. Közben útba ejtettük a Nemzeti Park látogatócentrumot is, ahol látványos keretek között lehet információt kapni a környékről, sok interaktív megoldással. Ez a túra összesen majd 25 km lett, ami egy kényelmes délelőtt kapcsolódás volt. A kemping éttermének terasza csodás kilátást nyújt, ahol az oké kategóriás wiener schnitzel is jól esik az embernek. Ebéd után elindultunk az Ankogerre, mégpedig a felvonóig ingyenes buszjára. A kabinos felvonó átszállásos, így az út összesen kb. 20 percig tart. Alapáron oda-vissza 33 euró per fő lenne, de a Carinthia kártyával, amit ugye a szálláshoz kaptunk, ez is ingyenes. A 2637 méter magason fekvő felvonó állomástól több túróútvonal is indul, az átlag túrázóknak is alkalmas célpontokkal, de a 3252 méter magas csúcs a hegymászók egyik kedvenc célpontja. Érdekes, hogy ezen a csúcson regisztrálták világon az első hivatalos hegymászást 1762-ben. A csúcsról további 30-3000 méter feletti hegycsúcs látható. Mi az időhiány miatt a felvonótól pár száz méterre lévő Hanover házig sétáltunk, ahol megkóstoltuk a hegymákos finomságot. Rutin nélkül a lefelé utat nem mertük gyalog megkockáztatni,
Így az utolsó 4:30-kor induló kabinnal ereszkedtünk vissza a völgybe. A legalsó állomástól a kemping csak kb. 4 kilométerre van, így ezt a távolságot egy könnyű esti séta keretén belül abszolváltuk. Az út jól kitáblázott, és a völgy kerülő túra útvonal része volt. Érdekes benézni a gazdaságok udvarába, és Fuki is élvezte, hogy nem a kosárban kell neki zögykölődni. Ahogy az ember Ausztriában megszokhatta, ezen az útvonalon is volt ivókút. A túraösvény végig lejt, így tényleg egy könnyű séta gyönyörű környezetben. A faluba beérve örömmel konstatáltuk, hogy a főtéren valamiféle közösségi összejövetel van. Az alpesi hangulatra a helyi kórus éneketette fel a koronát. A laza egy órás séta után rápihentünk a másnapi biciklitúrára. Az Alpok-Adria kerékpárút Salzburgot köti össze az olaszországi Grádóval. A Bad Gastein és Malnitz közötti szakaszt a Tauern-alagúton keresztül vonattal teheti meg a túrázó, innét lefelé 8 kilométeres és 600 méter szintkülönbségű lejtő következik. Ezen szakasz miatt, amit nekünk visszafelé is meg kell tennünk, csupán 40-50 kilométeres túrát terveztünk. Malnitztól Dürfenbachig is van kiépített kerékpárút, de az most felújítás miatt le van zárva. Így a főút a Szerpentinen ereszkedtünk le, majd kattintottunk fel. A 400 kilométeres teljes kerékpárút több szakaszát is teljesítettük már korábban, és most is meggyőződtünk róla, hogy nem véletlenül választották a világ legszebbjei közé. A csodálatos tájakon és takaros településeken átvezető út a természet és a mozgás szerelmeseinek egy bakancslistás útvonal. Az út Möbrkéig tartó szakasza a Mör folyót követi, ennek partján több kemping is van, ahol ki lehet próbálni a raftingot és a kanyoningot is. A legjobb az egészben, hogy ezek a világszinten elismert útvonalak a magyar határtól csupán pár órára vannak. Július közepe lévén meglepett bennünket, hogy nem igazán volt tömeg, persze ezt a meleggel lehet magyarázni, de mi nem éreztük kellemetlennek a hőséget. Az útvonal mentén több ehhez hasonló szervíz és pihenőállomás van. Speciál ennél, míg valaki állítja a rossz lőlészemű kormányát, addig a sportársak akár fürödhetnek is. Muki nagyon élvezte a homokos strandot, mi pedig szigetközi lévén a folyó és az alpesi hegyek közös látványát. Persze több ilyen kisebb pihenőhely is van. Az Alpok-Adria kerékpárútnak van egy közös szakasza a Drávamentivel, Spitál és Villach között. A Drávamentinek is már több szakaszát jártuk be, így ott megszoktuk, hogy a folyók melletti utak jó minőségűek, igaz szilárd útburkolat nélküliek. A falvakban több helyen is találkoztunk vízvételi lehetőséggel. Aki inkább Radlerrel vagy Fröccsel oltaná szomját, annak ott vannak a kifejezetten kerékpárosok kiszolgálása létesült útszéli pihenőbüfék.
Malnictól 28 kilométerre lévő Möbrükkében, a híd lábánál kipróbáltuk az alpesi pizzát, ami nagyon jó. A visszaút most is teljesen új élmény volt. Kicsit aggódtunk, hogy az aksik bírni fogják-e a malnici kaptatót, mert ugye az elméleti 150 kilométer síkterepre szól. Persze nem kellett. Kezdett meleg lenni, úgyhogy gondoltuk, fürdünk egyet, de aki nem Sirilla vagy Wim Hof lelkes követője, nem igazán fogja értékelni a víz hőmérsékletét. Ezen a körülbelül 30 kilométeres szakaszon több becsületkasszás ponttal találkoztunk. Péter boltja viszont annyira jó pofa volt, hogy bár nem volt szükségünk semmire, mégis vettünk az 50 centes almába. Az útról letérve egyébként minden faluból indul valami attrakció. Az Oberferlaki élményfürdő is egészen jól nézik ki. A malnici emelkedőnek még e-bike-kal is komoly sportértéke van. A 600 méteres szint különbség leküzdése esélytelen lett volna számunkra normál túrabiciklivel. Szerencsére a rövidebb, de meredekebb szakasz előtt volt egy panorámás pihenő. Pihenő persze attól függ, hogy kinek. Az utolsó 2 kilométer pihenten e-bike-kal simán napszól váltunk. A falu előtti szakasz ráadásul már lehet ebből az irányba. A vasútállomás, ahonnét autóval, motorral, biciklivel, a Talani alagúton keresztül lehet átjutni Salzburgba. És persze vissza. Kempingbe érve az este sétáltunk még egyet a faluban, majd másnap elindultunk Karintia harmadik legnagyobb tavához, az Osziák is ezéhez. A többit majd onnét, sziasztok!